A Kék Tó adott otthont a Bajai Sporthorgász Egyesület által szervezett gyermekhorgászversenynek szombat délelőtt. A megmérettetés 19 fő részvételével zajlott. Az indulókat két kategóriába sorolták a szervezők, első és negyedik osztályosok alkották az első korcsoportot, míg az 5 és 8. osztályos tanulók a másik csapatban bizonyíthattak. A nevezés feltétele az érvényes állami horgászjegy megléte volt. Horváth Árpád szervező elmondta, kicsit nehezen indult a nap az eső és a borongós idő miatt, illetve a nevezés is nehezen állt össze, a verseny végén azonban elégedetten nyilatkozott a rendezvényről. Azt hiszem, egy sikeres nap után vagyunk, szép eredmények vannak kilátásban, úgy látom minden horgász fogott valamennyi mennyiségű halat, és azt látom a kicsik körében, hogy nagyon örülnek neki, hogy egy élvezetes horgászaton vannak túl. A horgászhelyeket sorsolással döntötték el a verseny kezdete előtt, így a szerencsén is múlott, hogy kinek jutnak a jobb helyek. A legtöbb az törpe harcsa volt, úgy körülbelül fél kiló, nem tudom mennyi lehetett, meg egy kis ezüstkárász. Nem hiszem, hogy ez elég lesz, hogy a top 3-ba bejussak, de én elégedett vagyok. Kategóriánként az első három horgász értékes jutalomban részesült, a dobogósok a Magyar Országos Horgász Szövetség felajánlásának köszönhetően horgászbotokkal, az egyesület jóvoltából pedig serleggel gazdagodtak. Ezen a napon senki nem távozott üres kézzel, valamennyi résztvevő aranyérmet kapott. Lányok is szép számmal képviseltették magukat a vízparton. Az alsósok között Boros Gerda lett az első helyezett 1350 grammal, mellyel ő lett a nap abszolút győztese is. De senki nem szomorkodott a nap végén, az 530 grammot mérlegelő Hetyei Sára is örömmel nyilatkozott. Nagyon elégedett vagyok, bár izgultam egy picit, hogy milyen lesz, hogy fogok-e kárász, vagy valami ilyesmit, de nem jött össze, csak harcsák, meg egy kis sneci. A felső tagozatosok között is egy lány, Celler Andrea fogta a legtöbb halat 885 grammal. Itt igen szoros volt a küzdelem, ugyanis a második helyezett Bertalan Zsolt csak 15 grammal maradt le. Eredményes napon vannak túl a szervezők, és a legifjabb horgászok is boldogan térhettek haza a megmérettetésről.